Szevasztok, srácok! Ez itt újra az Építsd fel, és a mai epizódban ismét elérkeztünk egy újabb heti LEGO hírekhez, amelyben ismét megpróbálom nektek összefoglalni, hogy mi is történt az elmúlt néhány napban a LEGO háza táján. Bejelentettek vadonatúj készleteket, hivatalosan bejelentettek Star Wars szetteket, lesznek minionos készletek, lesznek agymanós készletek, és újabb space készletek fognak érkezni, és hát ahogy már a thumbnail-nél is láttátok, sajnos elbúcsúzik az építsdfelshop.hu, utolsó esély a vásárlásra, még április hónapban van esélyetek arra, hogy építs fel mörcsöt vegyetek, utána sajnos megszűnik a bolt. Először szerintem ugorjunk bele a Star Wars-os termékcsaládra, hiszen előző héten már beszéltem nektek egyről, akkor az viszont még egy kis szivárogtatás volt, most viszont végre hivatalosan is bejelentettek kettőt május 1-ével. Először is itt van Darth Maul-nak az űrhajója, 640 darabos készlet lesz, 75383-as a kódszám, és összesen 3 darab minifigurát fogunk hozzá kapni. Természetesen itt van Darth Maul és az a kis speeder, amivel suhant végig a bolygón, és hát itt van Qui-Gon Jinn és Anakin Skywalker is megtalálható ebben a készletben, és természetesen a jellegzetes űrhajóját össze tudjuk építeni, minifigura arányról van szó. Meglepne, hogyha olyan sok hely lenne benne, de azért egészen részletesen van ez kidolgozva. 29.000 forintért tudjátok majd megvásárolni május 1-ével. És a következő pedig az, amit már előzőtén is említettem nektek, ez a Bark Speeder menekülése. Most már hivatalosan tudjuk, hogy 12.000 forintba fog kerülni, és igazából most már láthatjátok egy kicsit közelebbről is ezt a készletet. Szerintem egészen jól ki van dolgozva, az képest, hogy nem egy nagy darab számú készlet, de a minifigura felhozata kegyetlen jól sikerült, már csak azért is, mivel van egy nagyon különleges minifigura benne, úgyhogy május 1-ével eddig a LEGO 2 darab készletet jelentett be. Ki tudja, mi fog még érkezni a jövőben. És ha már új készletekről van szó, akkor bejelentettek egy vadonatúj termékcsaládot is, mégpedig az agymanók termékcsaládot. Az agymanók 2 hamarosan a mozikba érkezik, és hát ahhoz kapni fogunk a május 1-ével egy vadonatúj készletet, ami kifejezetten a LEGO Friends-es vibe-okat idézi, hiszen nem normális minifigurák lesznek benne, hanem ezek a kicsi mini dollok. Az egyik érzelmet is egy ilyen mini dollként kapjuk meg. 15.000 forintért tudjátok majd megvásárolni, ugyanúgy május 1-ével, mint a Star Wars-os készletek, és összesen 394 darabos készletről van szó. Hát szerintem ebben a témakörben azért valamivel izgalmasabbat is kibírhattak volna hozni, hiszen ilyen érzelem kockákat kell összeépíteni, igazából itt látszik alul, hogy különböző kis hát különböző kis csempékkel tudjuk kidíszíteni ezeket a base plate-eket, tehát azokra a különböző érzelmeket lehet rárakni, és még matricák is érkeznek hozzá, és akkor ezt így forgatva, mint egy gép, hiszen láthatjátok, hogy egy ilyen gépszerűre van az egész rárakva, ami egy kiállítási állvány, ezt így tudjátok forgatni. Szerintem ennél sokkal kreatívabban is megoldhatták volna ezt a készletet, hiszen eddig ez nem nagy puki. Előző héten már beszéltem nektek a vadonatúj gyűjthető minifigura sorozatról, de most már végre hivatalos információk is vannak róla, hiszen akkor az még ugyanúgy egy szivárgás volt. Most viszont kiderült, hogy mennyibe fog kerülni, 1590 forintba fog kerülni darabja, május 1-i megjelenés, és ez a 26. sorozat a világűr tematikájával fog foglalkozni, és ami még érdekes, hogy itt alul el vannak nevezve ezek a minifigurák, úgyhogy tudjuk a hivatalos nevüket. Itt van például az M-Trom, ez M-Trom erőemelő néven fut, van egy Orion minifiguránk is, van egy Blacktron mutáns, tehát nem egy normális Blacktronról van szó, van egy földön kívüli rovar lényünk, aztán itt van a klasszikus asztronautánk, ez az űrjáró űrhajós, és van egy földön kívüli turistánk is. Állatbarát űrutazók is vannak, van egy felfedező a fagyott bolygón, és a retro űrhajós, vagy űrhős, ehhez tartozik ez a kis francia bulldog-szerű robot kutyalény, aztán bármikor segítőkészek, topikunk van, robot komornyink, és android ápoló nő, ahhoz tartozik az a kicsi rózsaszín space minifigura, és a szórakozás az űrben, ezek ilyen, hát emberek jelmezekbe öltöztetve, először is van a repülő csészáj figura, és végül itt van a szélhámos, na most ez a szélhámos, miért pont szélhámos nevet kapta, nem tudom, nekem így első számításra, vagy első ránézése nem esik le, lehet, hogy a másik oldalán a minifigurának jobban látszódik a reakció, és akkor azért szélhámos, vagy... nem tudom, így nevezték el, minden esetre most már tudjuk biztosan, hogy május 1-én fog megjelenni, és 1590 forintba fog kerülni. És ha már space készletekről volt szó az előbb, akkor vadonatúj készletek ebben a témakörben még továbbra is fognak megjelenni, ugyanúgy május 1-i megjelenéssel. Először is itt van az űrlény készlet 6000 forintért, ez egy 181 darabos 4715-ös készlet, hát ilyen nagyon kicsi építésű. Hát őrlényeket kell összeépíteni, gyerekeknek akár egy jó kis ajándék lehet, aztán van itt egy idegen bolygó élőhelye nevezetű készlet, 206 darabos a szett, 4716-os, és ugyanúgy a május 1-ével fog megjelenni 6000 forintos áron.
ez is egy ilyen kisebb építés, viszont ami meglepetés, amire abszolút nem számítottam, van egy hármas pakkunk. Na most ebben a hármas pakban arra gondolnátok, hogy ez egy 3-1-ben készlet, nem, ez egy szitis készlet, amiben belepakoltak három különböző kisebb szitis készletet. Tehát ezek a készletek már régen megjelentek, most viszont egy ilyen egybecsomagolt formában tudjátok majd május 1-ével megvásárolni, egy picivel kedvezményesebb áron, hiszen nézegettem ezeket a készletek, ezeknek bőven 11 000 forint körüli ára van, ha mind a hármat összeadjuk, úgyhogy egy kicsit olcsóban tudtok hozzájutni ehhez a három készlethez, de így is még csak 426 darabos szedről van szó, szóval így egy gigászi nagy készlet, minden esetre ezt összecsomagolták, nektek mi a véleményetek erről? Jó ez, hogy így összecsomagolták? Jó, hogy így egyben meg lehet venni? Irány a komment szekció! A LEGO Minion készletek először is egy kis áprilisi tréfával indult, hiszen a LEGO április 1-én kirakta, hogy érkezni fog egy 2 méter magas, hatalmas, nagy építhető Minion figura, ami hát mindenkinek egyből leesett, hogy április 1-e van, nagy poén volt a LEGO-tól, viszont ezzel karöltve másnap bemutatták az új készleteket, vagy legalábbis azoknak egy részét bemutatták, hogy milyen készletek fognak érkezni a negyedik résszel kapcsolatban, viszont még hivatalosan a LEGO oldalára nem kerültek fel, úgyhogy az árát is a megjelenését, hát nem tudom, a megjelenése nagyjából azért tisztázott, ide van írva, hogy 16 nap, tehát ez is nagy valószínűséggel majd meg fog jelenni a május 1-i felhozatallal, úgyhogy arra kíváncsi leszek, viszont mint ahogy az előbb mondtam nektek, nem mindegyik készletet mutatják itt be, hiszen volt egy kis kavar, ugye a LEGO nagykövetségen én láttam, hogy mi történik, és ott hát volt egy kis kavar azzal kapcsolatban, hogy egy készletet nem szabadott volna bemutatni, viszont az is benne volt a prospektusok között, azok között az anyagok között, amiket kiadnak a nagyköveteknek, hogy mutassák be, hogy ezek fognak érkezni, úgyhogy egyet ki kellett venniük azoknak, akik egyből posztolták őket, szerencsére én nem posztoltam még ezeket, úgyhogy azt nem is fogom nektek bemutatni, de igazából itt nagyjából látszódik, hogy milyen készletek fognak megjelenni, hát van egy ilyen építető Gru figuránk, és hozzátartozó minionok is, ami eléggé creepy néznek, Grunak is, van egy közelebbi kép, nézzétek meg Grunak a fejét. Hát nem a legszebb szív LEGO készlet, amit valaha kiadtak, a másik pedig egy épület lesz, és ezzel az épülettel kapcsolatban volt valami, hogy itt a tetején volt egy minion, amit még nem akartak bemutatni, hiszen ez egy nagyon különleges minion, és ezért kellett levenni azokat a fotókat, úgyhogy ezzel nem is látszik az a hatalmas, nagyobb minion verzió, de egyébként látszik, hogy minifigurák is társulnak ez a készlethez, még összességében az épület szerintem egészen jól néz ki, nagyon hasonlít a felkészlethez, hasonló stílusú épületet fogunk kapni, de ahogy látom, ezt hátulról is befejezték, tehát itt látszódik rajta, hogy itt az eleje is megvan az épület, vagy az is csak az eleje volt? Nem, ez is az eleje. Akkor ez fura olyan lesz, mint a felkészlet, hogy nagy valószínűséggel félben el van vágva, és hátulról tudunk a minifigurákkal mozogni. Ezen kívül még bemutattak egy GVP készletet is, a későbbiekben ezt fogják valamihez ajándékként odaadni. Ebben a pillanatban az látszódik, hogy ez egy 20 dollár körüli ajándékcsomag, sajnos még nem tudjuk pontosan, hogy ezt mikor fogják odaadni, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi lesz a határérték, de nagy valószínűséggel azok után fogják ezeket majd odaadni, vagy ezt ajándékba adni, amik most jelen pillanatban ott vannak, és hogyha már azokról beszélek, akkor szerintem azokat is nézzük meg, hiszen jelen pillanatban akár 2 ajándékot is be tudtuk zsebelni a LEGO oldaláról, egészen 14-ig, hogyha 57 000 forint felett vásároltok, akkor ajándékba adják ezt a kiállítható virágfuttató ajándékcsomagot, amiről már ugyanúgy volt szó az előző héten, viszont visszahozták ezt a kis büfékocsis készletet, ami már januárban is volt ajándék. Ezt úgy tudjátok most beszerezni, hogyha vásároltok moduláris készleteket, összesen 3 darab moduláris készlet közül tudtok választani, itt van a legújabb a Természettudományi Múzeum, a Jazz Club vagy a Butik Hotel, hogyha ezek közül bármelyiket megveszitek, akkor ajándékba még ezt is odaadják, és az bőven 57 000 forint fölött van, úgyhogy akár azzal a készlettel 2 ajándékot is be tudtok zsebelni. És hát a végére pedig érkezzen a fekete leves. Igen, a videó elején is jól hallhattátok, meg a thumbnail-en is láttátok, sajnos megszűnik az építsfelshop.hu, úgyhogy ha szeretnétek még vásárolni ilyen pólókat, vagy akármilyen kiegészítőket, amit azon az oldalon találtok, akkor még április végéig van lehetőségetek, de sajnos utána az oldal meg fog szűnni. Ennek az az oka, hogy sajnos az, akik üzemeltetik, ugye azt gondolom mindenki sejtette, hogy nem én innen Amerikából intézem ezeket az ügyeket, hanem vannak ott Magyarországon emberek, akik ezzel foglalkoznak. Sajnos ők nem tudják tovább folytatni ezt a tevékenységet, úgyhogy sajnos ezért hát megszűnik ez az oldal, úgyhogy sajnos ennyi lett az én merch shopom, de ahogy az előbb is hallhattátok, hogyha még szeretnétek vásárolni, akkor egészen április végig van rá lehetőségetek, használjátok ki, hiszen utána több nagy valószínűséggel nem lesz.
Nos, srácok, hát ennyi lett volna már a heti LEGO hírek, de ne felejtsétek el visszanézni a régebbi tartalmakra. Ezen a héten már volt kettő bemutató is. Először érkezett egy nagyobb City bemutató, amelyben egy börtönszigetet mutattam be nektek a hozzátartozó minifigurákkal, rendőrökkel, rabokkal és megmenekülési útvonalakkal, úgyhogy fent a sarokban megtaláljátok annak a linkjét. A másik készlet pedig egy űrhajós bemutató volt, egy asztronauta bemutató, ami igazából nem is egy asztronauta, de hogy pontosan mi, azt is fönt a sarokban meg tudjátok nézni, és a héten még egyszer fogunk találkozni, most ugye szombat van, amikor kimegy ez az adás, vasárnap még érkezni fog egy short epizód, és ez a nagy valószínűséggel hétfőn is fog érkezni egy újabb epizód, úgyhogy most egymás után három videó ki fog menni. Minden esetre, hogyha eddig még nem voltatok feliratkozva, akkor légy szíves, tegyétek meg, le ne maradjatok az új epizódokról. Ha tetszett, amit láttatok, akkor a lájkot a videóról ne felejtsétek, mivel itt találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!